Magyarországon ezen a területen bőven van fejleszteni valónk, minden terméket elejésre. És nyilvánvalóan ezek az akciók nem lennének sikeresek, nem lehetnének sikeresek, hogyha a partnerek mondjuk jelen esetben épp az áruházláncok, akik csatlakoztak ehhez a tevékenységhez, a lehetőséget nem biztosították volna a láncoknál, és így közvetlenül a vevőt is meg lehetett győzni egy csomó olyan dolgot, amit egyébként közvetett módon nehezen lehet volna elérni. Most elsőként kérném Fodor Attilát, a CBA kommunikációs igazgatóját, hogy a tapasztalatairól, illetve az esetleges javaslatairól egy pár szó szóljon. Köszönöm a szót. Államtitkár úr, elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim, nagy szeretettel köszöntöm én is kedves minnyájukat. Azt kell, hogy mondjam, hogy óriási dicséret illeti meg a szervezőket, hiszen a záró sajtótájékoztató időpontjául jobbat nem is találhattak volna, hiszen tudjuk azt a meteorológiai idő előrejelzések alapján, hogy kánikulai hétvége közeledik. Ez pedig azt vetíti előre, hogy a dinnye ismét népszerű termék lesz majd az üzletekben. Azzal, hogy a sajtó képviselői most az információt eljuttatják a fogyasztókhoz, én abban reménykedem, hogy ismételten nagyobb lesz a fogyasztói érdeklődés a dinnye iránt, így a szezon befejeztével is. Amit még szintén dicséretképpen el kell mondani, az az, hogy mi is azt tapasztaltuk, hogy az idei szezonban a dinnye úgynevezett magyarosítása, tehát hogy a külföldi termékek magyar álló átcímkézése, ez problémát nem okozott, nem jelentett. Nyilvánvaló, hogy ebben óriási szerepük van a hatóságoknak, a kiemelt és célzott ellenőrzéseknek, hiszen azt gondolom, hogy ez minden legálisan működő termelő, illetve kereskedő számára egy nagyon kedvező változást jelentett az idei dinnye szezon kapcsán is. Azt is tudjuk, hogy a legjobb termékeknek is kell a reklám, a marketing. Ebből fakadóan az összes ilyen típusú kampányban eddig is részt vettünk, és a jövőben is mindenképpen szeretnénk, hogyha ez módunkban lenne. Annál is inkább, hiszen az idei esztendőben a kampányok során, amikor üzletláncunkban kóstoltatás tevékenységet zajlottak, akkor a dekoratív hoszteszeknek köszönhetően az adott üzletben mintegy 10%-os mértékű volt a forgalom bővülése, tehát számokban kifejezhető az, hogy a hoszteszek munkájának és a kampánynak megvan az eredménye, úgyhogy köszönjük ezt az elgondolást és azt, hogy ebben részt vehetünk. Az értékesítési mennyiséggel kapcsolatban azt el kell mondani, hogy összességében a mennyiség a múlt évi szintnek megfelelően alakult. Ahogy az előttem szóló urak is elmondták, sajnálatosan a hűvösebb időjárásnak köszönhetően a fogyasztók kedve visszafogottabb volt a dinnye iránt, mint az elmúlt években. Azt gondolom, hogyha több lett volna a kánikulai nap, akkor az értékesítési mennyiségekben túlszárnyaltuk volna az elmúlt évek mennyiségeit. Azonban azt is hangsúlyozni kell, hogy örvendetes tendencia az, hogy a különlegesebb fajták iránt az idejében megnőtt a kereslet. Most, ha százalékokban kell kifejezni, akkor azt tudom mondani, hogy 80%-ban az úgynevezett hagyományos dinnyéket keresik a vásárlók, de 20%-ban már a különlegesebb fajtákat. De ez alatt értem nyilván a sárga húsút, illetve a magszegény fajtákat. Ez is előrevetíti azt, hogy a kampánynak az a része, amely arra irányult, hogy minél több fajtát megismerhessenek a vásárlók, ez is sikeresnek mondható, és az is, hogy a fogyasztók egy jelentős része a magasabb minőségű, különlegesebb termékeket is egyre nagyobb mértékben keresik. Azt gondolom, hogy a fogyasztói árak szinten maradtak, valóban nem volt az annyira kedvező, hogy az értékesítési időszak elején volt egy alacsonyabb árpont, hiszen ez alapvetően meghatározta a utána a következő időszak fogyasztói árai. Azt gondolom, hogy egyéb iránt egy sikeres kampány és egy sikeres idényt tudhatunk magunk mögött, és én őszintén remélem, hogy még a hétvégén
tovább fogja javítani ezeket az értékesítési mennyiségeket. Nagyon szépen köszönöm a szót. Köszönjük szépen, ez egy nagyon jó zárszó volt. Bizony sokszor tapasztaltuk a Dinnénél, hogy a szezon végén egy kicsit megint elkezdett emelkedni az ár. Ha jó idő volt, akkor ismét kerestünk a Dinnét. Vannak olyan termelők, akik egyébként számítottak erre, és reméljük, hogy ezt a fajta szortiment bővítést, illetve az ültetésbe a szezon széthúzást a jövőben is tovább fogják folytatni. Hozzátennék még ehhez annyit, hogy ez öröm, hogy ennyire érzik. Talán ez az egyik nagyon fontos cél, hogy a fogyasztó megértse azt, hogy Magyarországon nagyon sokféle dinnyét lehet enni és kapni, de ebbe beleértem a sárga dinnyét is. A sárga dinnyébe óriási fejlődés lehetőség van még Magyarországon. Most Ivettet kérném, a Metro részéről foglalja össze még kommunikációs vezető tapasztalatait. Jó napot kívánok én is mindenkinek, és üdvözlök mindenkit a Metro nevében. Ugye a Metro nagykereskedőként az, ami speciálisabb helyzetben van, mint a kiskereskedelmi láncok, hiszen mi főleg szolgáladókat és a gasztronómia szereplőit látjuk el alapanyagokkal, és a költségek már csak 4-en speciális kört foglalnak el, hiszen a hazai világ és a hazai termékek ezért nagyon fontosak számukra. Náluk is azt gondolom, hogy rajtunk keresztül, hogy őket így más módon edukálva próbáljuk ezeket a magyar termékeket és ugye a sárga és a görög dinnyét is ezen népszerűsíteni. Mi azt gondoljuk, hogy valóban ezek a postoltatások és ezek a promóciók nagyban nem hozzásegítik őket is ahhoz, hogy ők a saját fogyasztóikat vagy a saját sífjeiket ezen más módon próbálják meggyőzni, hogy ez a zöldség, vagy ez a termék, ez sokkal sok rétűben felhasználható, mint az elsőre vezi látszik. A Metro Gastro Akadémia pedig edukációs módon próbálja ugyanezt a terméket úgy bemutatni, hogy ez abszolút a gasztronómia része lehet, és nem csak mondjuk egy nyári ebédnek a befejezése, hanem ez akár előételként, akár főételként, étvágygerjesztőként, smoothie vagy koktél alapanyagként is remekül működik. Úgyhogy mi ezt próbáljuk folytatni, és ha bármilyen akció lesz, akkor abban a örömmel részt veszünk, és próbáljuk ezt nem csak ez a lárvász területén, hanem az oktatási programjainkon keresztül is segíteni. Ami egyébként az idei évnek egy ilyen kiemelkedő esemény volt számunkra, hogy a Sziget Fesztiválon a Metro volt az élelmiszer nagykereskedelmi partner, és az ott szereplő vendéglátós partnerek nagy részét mi láttuk el alapanyagokkal, és például a görög dinnye egy abszolút egy sláger termék volt. Tehát én azt gondolom, hogy a magyar terméket a fesztiválon szereplő magyar és külföldi látogatókkal is sikerült megismertetni különböző formákban is. Egyébként náluk a forgalom az körülbelül a tavalyi egy picit meghaladta, ez valóban náluk is az időjárási körülmények egy picit hátráltatták azt, hogy ennek nagyobb mértékben ugrás szerint tudjon jönni. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, a magyar örömmel a Szigeten ilyen sikere volt a magyar dinnyének, jó ízű is. Tudjuk. Macelka Márkot kérni most Páltól, hogy szintén csatlakozom a véleményalkotókhoz. Köszönöm szépen, Mártok úr. Államtitkár úr, elnök úr, igazgató úr, kedves kollégák, én is szeretettel köszöntöm a sajtó és a termelők ma itt megjelent munkatársait. A Spár számára óriási öröm volt, hogy a Dinnye promóció mellé állhatott, és ez nem az első alkalom, amikor az Akár Marketing Centrummal közösen hoztunk promóció tető alá. Az idei évben már a kiváló minőségű sertéshús kapcsán is együtt tudunk dicsőjükkel működni, és az Alma promócióval pedig folytatni fogjuk ezt a megkezdett együttműködést. És hogy miért nagyon fontosak a magyar termékek, egyértelműen értékesítés ösztönző hatása van ezeknek a promócióknak az üzleteikben. Ami idefelé gondolkoztam, hogy mit is jelent a Spár számára a magyar dinnye. Egy szóval sokat, kicsit jobban kifejtve pedig, az, hogy mit jelent számunkra, hogy fontos a magyar dinnye, azt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy minden egyes évben leállítjuk azonnal az importot, ahogy a magyar dinnye megjelenik a hazai piacon. Ez idén július 7-én következett be, és még ki kell emeljek ezzel kapcsolatban, hogy július 7-től egy hónapon keresztül a Balaton településein népszerűsítettük a magyar dinnyét. A Spárnak egy-egy hónapos dinnye rócsója volt, amely szintén sikeresnek bizonyult, és ezt folytattuk a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával és az Agrármarketing Centrummal. Nézzük egy kicsit az idei számokat. A tegnapi zárás során
7,2 millió kilogramm lignőt értékesített a spár az idei évben, a tegnapi napig, és ebből 3,2 millió kilogramm már magyar lignje volt. A számok nagyon-nagyon jók, annak ellenére, hogy az időjárás egy kicsit közbeszólt, ami az értékesítési számokat illeti. Nagyon reméljük, hogy jövőre még ennél is több lignyét tudunk eladni. Ami a trendeket illeti, egyértelműen a bambas görög lignye a legnépszerűbb, viszont a magszegény fajtáknak az értékesítési volumenet folyamatosan növekszik évről évre, az idei évben is egy nagyobb növekedést tudtunk elkönyvelni. Még egyszer szeretném megköszönni, hogy együtt tudtunk működni, nagyon remélem, hogy tudjuk folytatni a kooperációt a jövőben is. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a kedvező véleményt, azt meg különösen, hogy ráerősítettek még egy rosszóval is erre a programra, amiért mi elindítottuk volna, ez nagy öröm a jövőre nézve. A következő hozzászóló nem Zoltán lenne a Lidl-től, kérném szépen, hogy tudjuk, nagyon friss minden a Lidl-ben, és reméljük, hogy a tényleg. Köszönjük! Köszönöm a fölvezetést, Mártóki úr, államtitkár úr, elnök úr igazgató úr, tisztelt sajtóképviselőit, köszönöm, hogy ma a dinnye kampány záró rendezvényén találkozhatunk. Ugye a Mártonfi úr a véleményünket kérdezte, az előttem szólók nagyon sok mindent elmondtak, talán pár témát szeretnék én is kihangsúlyozni. Az egyik, és talán a legfontosabb, hogy a kampány sikeresre kitéljük meg, valóban felhívta a magyar lignyére a fogyasztó figyelmét, és azt gondolom, hogy ez sikeresen tette a kampány. Örömmel vettünk részt benne, és azt területünk még egy jövő kampányban is nagy örömmel fogunk részt venni, illetve várjuk a további kezdeményezéseket is, mint hallottam az Almában, akkor ez hamarosan konkrét formát ölt. Azért gondoljuk, hogy sikeres volt a kampány, hiszen a fogyasztók figyelmének a felhívása által ráirányította a figyelmüket ugye a magyar lignye fontosságára, és ezáltal ugye ez a magyar termelőknek is nagy segítség tudott lenni. Az első, amit kiemelnék, hogy a magyar termelőinknek, az ő együttműködésüknek köszönhetően már július legelején mi is akár csak az előlem hozzászóló Macáka Márkor is említette, hogy át tudtunk állni magyar lignyére teljes egészében, amint ez elérhető volt a piacon, tehát viszonylag korán tudtuk indítani a szezon. Ez lehetőséget nyújtott még a júliusi jó időjárásban egy kiemelt fogyasztás, kiemelt fogyás elérésére. Augusztusban természetesen, hogy az alacsony vállalkozásoknak köszönhetően ez nem volt annyira kiemelkedő. Összességében a Lidl-ben már most is 15%-kal a tavalyi számaink fölött vagyunk, és bár most egy záró sajtótájékoztatón vagyunk, nagyon erősen dolgozunk azon, hogy szeptember közepéig a szezon kifutásáig ez a szám minél inkább megemelkedjen, és tekintettel arra, hogy a tavalyi számok ebben az időszakban meglehetősen rosszul alakultak, hiszen tavaly ilyenkor már a magyar lignye mennyiség és minőségi problémákkal is küzdött. Én nagyon optimista vagyok, hogy ez a szám bőven 20% fölé fog húzni az idei évben, csak a belpiacokon. Ennek kapcsán nagyon fontosnak tartom kiemelni, hogy a várakozásaink azért is jók, mert ugye a minőségért a vásárlók hajlandók pénzt fizetni, hajlandók akár többet pénzt fizetni, tehát valóban a fajtaváltás, a megfelelő fajtaválasztást kiemelten fontosnak tartjuk. Erről a termelőinkkel fontosan kellő időben egyeztetünk is, hogy erre lehetőségünk nyíljon, és a fogyasztóinkat ezt fel tudjuk kínálni, valamint ők ezért tényleg hajlandók több pénzt fizetni. Talán annyi, hogy erre majd a kampányban így igyekszünk mi is jobban odafigyelni, tehát ez, hogyha lehet javaslatot, talán ezt meg lehet fogalmazni, hogy erre hangsúlyosabban oda lehet figyelni, illetve ugye a Krublivet által elmondottakhoz csatlakozva fontos ugye kiemelni azt is, hogy a dinnyét a hétköznapi fogyasztáson túlmenően még milyen területeken lehet felhasználni, akár smoothie, akár koktélok, vagy bármi más területen. Mi azt gondoljuk, hogy ebben van lehetőség, és ha még jobban ki tudjuk használni, egy kicsivel jobb szezonunk lesz a közepes szezon követően a jövő évben, akkor egyértelműen további fogyasztás növekedés várható, ami akár csak az idejében egy további értékben és mennyiségben növekedést vetíthet előre a magyar piacon. Úgyhogy mi erre számítunk, ezt szeretnénk, bár akár csak a kormányzat az időjárás nem is egy tud ráhatással lenne. Úgyhogy nagyon köszönöm. Köszönjük szépen. Megint egy nagyon örömteli dolog. Ugye a minőség rendkívül fontos, és mi Magyarországon a minőségi élelmiszer, minőségi gyümölcs, zöldség fogyasztást preferáljuk, és ebben nagy segítségükre lehetnek az áruházlánzok. Most Pusztai Ádámot értékesítési vezetőt kérdezném az Aldi-tól, hogy hogy látják ezt a helyzetet. Én magam kívánok, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon örülök a szolgálat, hogy az Agrár Marketing Centrum és Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megkeresett minket is ezzel a promócióval.
abszolút sikeresnek ítéljük a promóciót, 12 áruházban tartottunk kóstoltatást, 6 különböző, tehát 2 különböző időpontban, 6 budapesti áruházban, valamint 6 balatoni áruházban. Számunkra kiemelkedően fontos az, hogy áruházban polcain, vásárolói mindig a lehető legmagasabb minőséggel találkozzanak, és ezt a lényeg promóció során is maximálisan be tudtuk tartani a vásárolói visszajelzések alapján. Nagyon finom, ízletes, mézelős dinnyéket tudtak kóstolni, majd utána meg vásárolni. A számainkat és pontadatok megnevezésének is abszolút pozitívan látjuk, tehát nagyon, nagyon szép fejlődést tudtunk elérni a tavalyihez képest. Mi is abszolút azt tapasztaltuk, amit már a korábbi felszólalók is megjegyeztek, hogy a hagyományos dinnyefajták mellett új dinnyefajtákra is egy nagyobb igény van. A magszegény dinnyét nagyon nagy sikerrel tudtuk az idejében árusítani. És hát mi is bízunk abban, hogy akár egészen szeptember közepéig tudjuk folytatni a dinnyi értékesítését. Tehát itt a nyári szezon lezárult, az még nem jelenti majd a dinnye szezonnak a végét, és egészen szeptember közepéig a kedves vásárolóink a mézelős dinnyéket nem tudják meg nálunk vásárolni. Köszönöm szépen! Szintén köszönöm szépen! És utoljára, de nem utolsó sorban, Somo Zsófiát az Ósántól kérdezném, hogy látta az idei dinnye projektkoncepciót. Köszönöm szépen, szeretettel köszöntöm neked. Azt hiszem, kollégák már mindent elmondtak előtte, de azért arra nagyon büszkék vagyunk, hogy az Osannál hagyományosan minden évben, amint a magyar dinnye bekerül az áruházláncunkba, onnantól kezdve már csak magyar dinnyét értékesítünk, ez idén sem volt másként, és július elejétől már csak magyar dinnyét vásárolhattak nálunk. Ami nagyon fontos, hogy az áruházláncunk kezdte meg a dinnyekóstoltatásokat a kampány keretében, és olyan sikeresen bizonyult, köszönhetően ugye a marketing tevékenységnek és a sajtó tevékenységnek, hogy vásárlóink azt kérték, hogy hosszabbítsuk meg, ezért az Osan önerőből további egy héttel meghosszabbította a dinnyekóstoltatásokat az áruházakban, és még több lehetőséget adott arra, hogy a különböző újfajta és a régi kedvelt fajtákat a vásárlók megkóstolhassák. Mi sem példázza jobban, hogy a vállalatunk elkötelezett a magyar termelők, a magyar gyümölcsök és zöldségek mellett, hogy ettől az évtől már egy dedikált magyar termelőkkel foglalkozó, beszerző kollégánk segít nekünk abban, hogy megtaláljuk a lehető legjobb minőségű termékeket, és a magyar termelőkkel minél szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki, úgyhogy ez nem lesz másként a jövőben sem, áruházláncunknál minőségi zöldségeket és gyümölcsöket, lehetőleg a lehető legtöbbet magyar termelőktől fognak találni a vásárlók, és ezért is nagyon örömünkre szolgál, hogy a közelgő alkampányban is részt fogunk venni, ahogy az elmúlt években is. Köszönöm. Köszönjük szépen! Tehát akkor összegzésként mondhatom, hogy egy sikeres egy hónapos dinnye érték fogyasztásnevelő kampányon vagyunk túl, még akkor is, hogyha az évjárat bizonyos okokból kívánivalókat hagyott maga után. Most egy kicsit rendhagyó módon folytatnánk a kérdések előtt. Engedjék meg, hogy egy kollégámat, Horváth Béla urat, hogy gyere ide, ő termelő, és úgy beszéltük meg, hogy egy pár szóval a termelői gondolatokat összefoglalná, és utána áttérünk a kérdésekre.